الله أكبر الله أكبر. Így még sohasem jöttek egyszerre ennyien. Tízezrek, százezrek, milliók indultak el Közel-Keletről, Afrikából, Ázsiából, távoli kontinensekről, elsősorban muszlimok a keresztény Európába. Őket a félelem és az éhezés hajtja. Őket csak a félelem és az éhezés hajtja. Szinte minden kijelentés, amit Európa politikusai és értelmisége kipréselt magából, veszélyes féligasság. Mert ki tudja szétválasztani, akár egy emberen belül is, a menekült ipar áldozatait a rettegőktől és a csábító jólét felületi csillogásától rabul ejtetteket. Sokszor a gazdag ember a szegény Lázár köntösében kér alamizsnát. Lassan semmi sem igazi, ami annak látszik. Sem a szenvedés, sem a befogadó szeretet. A világ nem csak talmi, de kibogozhatatlan. A muszlimok, akik Európába jöttek, nem azzal az elhatározással tették, hogy missziós tevékenységet végezzenek. Legtöbbjüket gazdasági motiváció hajtotta. Azonban voltak köztük aktivisták is, akik Európát, mint az iszlamizáció missziós célpontját határozták meg. Vallásszabadság és a demokratikus alapelvek garantálták, hogy az iszlám misszió nagyobb korlátozások nélkül működjön. A Dawahnak fontos egy iszlám állam létrehozása. Ez a jelenlegi ISIS-től különbözne, bár ugyanúgy a sária, az iszlám jog érvényesülne benne. Ha az iszlám állam az európaiaknak nem tetszene, átfogalmazzuk így. A béke és igazságosság társadalma, ahol az alapelv az egyistennek való alárendeltség. Ugye érezzük a finom különbséget. Ugyanazt fejezi ki, anélkül, hogy megtagadná a tárgy lényegét. A fundamentalista értelmezés a Dawah felszólító értelmét szűkíti katonai dzsihaddá. A nyugathoz való viszonyulás azon alapul, hogy az amerikai és európai kultúra az iszlámot ért minden baj forrása. Ez integrizmus, ami az iszlámot az élet minden területére vonatkoztatja, és a vallást politikaivá teszi. Ez az üzenet egybeleg van politikába bugyolálva. Ez a Korán szó szerinti értelmezése a fundamentalisták jellemzője. Amikor ez Európába jön, ahol a vallás és az állam szét van választva, az egyértelműen konfliktushoz kell, hogy vezessen. A fundamentalista gondolkodásban ugyanis ez a szétválasztottság nem létezik. Az iszlám vallás és az állam egy. Egy az Isten által elgondolt elv. Ez a szalafizmus. A fundamentalizmusnak egy Nyugat-Európában különösen aktív fajtája. A muszlimok nem lelkesednek a vallásközi párbeszédért. Ez nem azt jelenti, hogy nem találnak olyan muszlimot, aki részt vesz a vallásközi párbeszédben, de a résztvevő muszlimok nagy része felhasználja ezt, mint egy alkalmat arra, hogy az iszlámot hirdessék. Szaúd-Arábia nagyon is részt vesz az európai vallásközi párbeszédben. Pénzügyileg támogatja a nagyobb városokban iszlám kulturális központok létrehozását. Varsóban nemrég nyílt meg egy szaúdi sejk által szponzorált kulturális központ. Hasonló a helyzet Bécsben. Próbáljon meg csak valaki Szaúd-Arábiában egy vallásközi találkozót szervezni. Keresztény szempontból feltehetjük a kérdést. Nem használnak-e fel minket a saját céljaikra? Ellentmondásos, de a demokrácia
a materiális javak növekedése és a vallásközi párbeszéd előnyös környezetet kínál Európa iszlamizációjának folyamatához. Ha az iszlám misszió jelenlegi dinamikája folytatódik, Bernard Louis 2004-es jóslata valóra fog válni, miszerint Európa muzulmánná válik a század végére. Rendkívül nehéz kérdés, mert a vallás felül akarjuk megközelíteni, és nem elsősorban a vallásról van szó. Tehát ez egy nagyon fontos distinkció, amire nagyon kell figyelnünk. Mert ha szociológiailag megnézem, akkor ezekben az érintett országokban egy hatalmas tömegű ifjúság növekedett, amelyik 40%-ot ér el. Tehát ez a 18-tól 32-ig vagy 35-ig tartó életkorban 40%-os, tehát ebben a szűk mezőben 40%-os a képviselete az életfán, akinek nincsen munkája. Ismerjük ezeknek az országoknak az iskolai rendszerét, nagyon gyenge. Mindenhol katonai rezsimek vannak, vagy legalábbis a többségében katonai, vagy valamilyen rezsim van, amelyik az oktatással nagyon óvatosan bánik, nem költ rá eleget. Rengeteg gyerek van, tehát ezen túlmenően még rengeteg gyerek van a következő generációban, akiknek az oktatását nem tudják iskolákkal ellátni, nincsenek hozzá megfelelő pedagógusok, és úgy nőnek fel, hogy egészen biztosan nem kerülnek a munkaerőpiacra, kikerülnek, csak munkához nem jutnak. Na most ez a társaság, ez a hatalmas tömeg, ami a modernizáció eredményeként jött létre. Attól, hogy viszonylagos jobb lét lett, viszonylagos egészségügyi ellátás növekedés, és nyilván az emberi családtervezés az később követi ezeket a változásokat. Addig, amíg az 50-es évek előtt, mondjuk 30-as években a 8 gyereket szült egy anya, abból 4-5 meghalt, és 3 maradt meg, a 70-es években született 8 gyerekből 8 maradt meg, vagy 9. Tehát ez így robbanás, azért, mert az egészségügyi ellátás biztosítva volt, azért, mert volt jó ivóvíz, azért, mert egyáltalán élelmiszerhez lehetett jutni. Tehát egy olyan természetes, a modernizációval együttjáró demográfiai robbanás következett be, ami aztán sokszorozódott, és tulajdonképpen a 2005-ig vagy 2000-es évek elejéig ez ilyen rohamléptekben ment előre, onnantól kezdődően, mintha stagnálna, de ez még mindig emelkedés, tehát az emelkedés üteme esett vissza, de még mindig emelkedik. Ez az egyik történet, tehát egy nagy tömegű munkaképes, de munkához nem jutó. Fiatalban ezeket, nagyon fontos dolog, hogy a képzésük rettenetesen gyenge. És ráadásul műveleti jellegű képzést kapnak, tehát nem analitikus, nem a gondolkodás lehetőségeit tartalmazó oktatást, hanem műveleteket kapnak, ezt ide, azt oda, ismerjük ennek a rettenetes következményeit, ami nagyon egyszerűen és nagyon világosan alkalmassá teszi bármifajta propagandának azonnali befogadására és elsajátítására. Az oktatási problémát itt látom, ennek egy alapvető ügye. Következő, egy nagyon fontos dolog, hogy a társadalmi elégedetlenség, ami a modernizációval szükségszerűen jelentkezik, az politikai megfogalmazást próbál magának keresni, mondjuk a nem vallástudó értelmiségi körében. Ha megfigyeljük, hogy a különböző iszlámista mozgalmak, amelyek a 20. században jelentkeztek, vezető személyiségei nem vallástudósi képzettséggel rendelkező férfiak, akik nem ismerik az írásmagyarázatnak, a vallásos gondolkodásnak a hagyományait, hanem a műveleti gondolkodással fölkészülve beleolvasnak egy szövegekbe, és a szövegeknek kiragadott részleteivel tömegeket tudnak mozgósítani. Rettenetes következményekkel jár, hiszen nem tekinti át az egész hagyományát az adott szöveg értelmezésének, hanem az általa, az ő élethelyzetéből kiindulva értelmezi a szöveget, és abból talál ki magának valami fajta megoldást. Elképesztő, óriási, nagy károkat okoznak. Csak jellemző módon minden rendes vallástudós, amikor befejez valamilyen értekezést és lezár egy kérdést, akkor azt mondja, hogy és az Isten jobban tudja. Tehát van egy Allahu a'lam, hogy én, mint ember eddig látok, eddig tudom értelmezni az isteni szövegeket, vagy a helyzeteket, és akkor ezt így ért. Ezeknél a modern
mondjuk így prédikátoroknál, vagy vallási kérdésekben megszólaltnál, ezt a mondatot sosem letalálhatjuk meg, hogy ez is Isten jobban tudja. Ő följogosítva érzi magát élethelyzeténél fogva arra, hogy az ilyen értelmezést abszolút igazságnak fogja föl. Ez rettenetes. Most ezt az egyoldalú képzéssel rendelkező tömeg, egyoldalú képzéssel megszólaló vallás, idézőjelben vallási, ez összeadódik, ez utolérhetetlen, és ennek a lebontása, a szétszedése, a gondolkodás megfordítása hosszú időt követelne meg.